Idén nyáron alakult meg a Horgolók klubja, mely a helytörténeti gyűjtemény égisze alatt Józsi Judit vezetésével működik. Külön érdekesség, hogy nem az idősebb korosztály érdeklődik elsősorban a kézműves foglalkozás iránt, inkább a közép és fiatalabb korú hölgyek ismerkedtek meg a horgolás tudományával. Szorgos kezeik már karácsonyi ajándékokat készítenek. Nyáron elindult a Horgoló klub, amely aztán jó néhány hölgyet, fiatal hölgyet is vonzott ide, annál is inkább, mivel a jó időben itt kint az udvaron tudtatok horgolni, de most így télire, most már befackoltatok ide a helytörténeti gyűjtemény kellemes meleg szobájába. Hogyan sikerült kialakítani aztán azt a társaságot, akik rendszeresen most már, ha ráérnek, akkor összejönnek? Szerencsére kialakult egy törzs csapat, akikre mindig számíthatunk. Most azért ez az őszi idő magával hozta megfázásos vírusokat is, úgyhogy egy kicsit megcsappantunk, de annál nagyobb lelkesedéssel álltunk neki a jótékonysági macihorgolásnak. Ez már a klub indításakor felmerült, hogy az a célunk, hogy így nagyjából a novemberi időszakra megtanítani a csapatot olyan szinten horgolni, hogy karácsonykor majd az alapszolgáltatási központtal együttműködve egy jótékonysági maci csapat kiosztásra kerülhessen. Mert hogy többen úgy jöttek ide, hogy nem tudtak horgolni, vagy kevésbé tudtak horgolni? Változatos volt a csapat, volt, aki azt mondta, hogy a nagymamájától gyermekkorában már megtanult, úgyhogy valami már van úgymond a kezébe egy rutin, de évek óta nem horgolt, úgyhogy egy kis felelevenítésre van szüksége. Volt, aki az általános iskolai tanulmányait hozta magával, és volt olyan, aki abszolút itt ismerkedett meg a horgolás alapjaival. Ami egy kicsit nehezebb, az ugye azért ebben a műfajban nagyon sok a változatosság, mint fonal, mint tű tekintetében, és a kezdőket ebben tudtuk legfőképp segíteni, hogy melyik márkájú tű, melyik márkájú fonal a legjobb, melyik fonalat mire lehet használni, mely alapanyagoknak milyen tulajdonságai vannak, más egy műszálas, más egy pamut, más egy gyapjú, és ebben tudtunk nekik segíteni. Milyen korosztály érdeklődött elsősorban a horgolás iránt? Azt gondolná az ember, hogy inkább idősebbek, 60-70 év körüliek. Igen, él még ez a sztereotípia, hogy a nagy tévéről lelógó horgolt terítőket készítő nagymamák művelik a horgolást, de ez mostanra egy nagyon divatos, hát újraélesztett ág lett ebben az alkotó tevékenységben, és nagyjából azt lehet mondani, hogy a 20-as-tól 50-es korosztály jött el. Páran megszólítottak idősebbek is, hogy ők nem mertek eljönni, mert nem tudták, mire számítsanak, de őket most is bátorítjuk, hogy nincsen korosztályi határ, bárki csatlakozhat hozzánk. Ugye ezt a műfajt művészi szinten is műveltet, hiszen láttunk kiállítva tárgyaidat, művészi alkotásaidat. Lehetséges egy ilyen szintű történet is? Tehát vannak olyanok, akikben van ehhez tehetség, hiszen ehhez azért meglehetős kreativitásra van szükség. Abszolút, tehát ez egy fejlődő műfaj. Mindenképpen az alapoktól elindulva jó sok horgolási mintát meghorgolva lehet fejleszteni a tudást. Több tervező, többfajta stílust ki kell próbálni, több tervezőtől kell mintát vásárolni, és akkor az ember mindig magára pakol annyi tapasztalatot, hogy bizony egy-két éves aktív gyakorlat után önmaga is képes lesz saját mintát tervezni, saját figurát alkotni, vagy képről horgolni, vagy ha például a gyermeket, többen vannak ilyenek, gyermeke lerajzol valamit, ami egy ilyen mondjuk egy kis szörnyecske lenne, abszolút meg tudják horgolni. A jótékonysági akcióhoz miért pont a macit választottátok alanyként? Valahogy a maci tipikusan karácsonyi szereplő az én szememben.
Én ezt tavaly decemberben már terveztem, hogy idén egy ilyen maci horgolást szeretnék ide mindenképpen végrehajtani, és horgoló csoportnál láttam, hogy macit horgoltak, és az elkészült munkákat látva nagyon megtetszett nekem is ez a figura. Még gondolkodtam az egéren, az is egy karácsonyi szereplő, egy kis egér, vagy akár egy kutyus is. Aztán úgy döntöttünk, hogy a macinak tipikusak, a fülei tipikus az arcvonása, a mancsai, úgyhogy a maci mellett döntöttünk. Gondolom, ugye többen is horgoltok, azért nem lesznek ezek egyformák, ezek a tárgyak. Vannak olyan horgolók, én is ismerek többet, itt Bábolnán is, akinek ha látom a munkáját, 100-ból meg tudom különböztetni, hogy az az övé, tehát mindenki rendelkezik egy egyedi alkotásképpel, így, és hát ezért egyedi munka, mert én sem tudnám kétszer ugyanazt meghorgolni, hogy teljesen ugyanúgy nézzen ki, ezért igen, mindegyik egy kicsit változatos lesz, illetve kiegészítőkkel is el fogjuk látni őket. Például a lánymacik szoknyát kapnak, masnit kapnak, lehet, hogy a fiúk nyakkendőt kapnak, úgyhogy lehet így mindenki bele teheti, és megalkothatja az egyéni elképzelését is. Mikor és hogyan lesznek ezek hozzáférhetőek? Az alkotó munka a miénk, a kiosztás részben pedig az alapszolgáltatási központ segítségét kértük, hiszen ők vannak jobban képben arról, hogy hol lehet nagyobb szükség egy ilyen macira, hol fordulhat elő olyan kisgyerek, akinek esetleg a szíve vágya egy ilyen maci, és hol örülnének neki a legjobban, úgyhogy ezt a részét őrejük bíztuk, és köszönjük a segítségüket ebben.